A gázszállítás esetleges blokkolásával fenyegette meg az Európai Uniót a belarusz elnök a lengyel-belarusz határon kialakult válsághelyzetben. Minszk nem hagyja válasz nélkül, hogyha az EU új büntető intézkedéseket hoz, jelentette ki csütörtökön Alekszandr Lukasenka belarusz elnök. Az Európába irányuló orosz gáztranzit jelentős része érkezik Belaruszon át. Alekszandr Lukasenka azzal kezdte, hogy a korábbiaknál nagyobb mennyiségű gáz áramlik Európába a Jamal vezetéken, majd így folytatta. Azzal fenyegetnek, hogy lezárják a közös határt. Mi van, ha mi a gázszállítást állítjuk le? A belarusz elnök arra reagált, hogy szerdán az Európai Bizottság elnöke közölte, Brüsszel kész újabb szankciók bevezetésére. A német államfő Berlinben fogadta a belarusz ellenzék vezetőjét. Közben Heiko Maas német külügyminiszter azt mondta a parlamenti felszólalásában, hogy olyan helyzet állt elő, amikor már nem elég az érzelmi nyomás gyakorlás Lukasenka elnökre, hanem hatékony lépéseket kell tenni az európai partnerekkel közösen. A lengyel-belarusz határkrízis megoldására olyan új szankciókat hozhat Brüsszel, ami magánszemélyekre és szervezetekre egyaránt vonatkozhat. Sajtóhírek szerint az EU intézkedései érinthetik a belarusz külügyminisztert és az állami légitársaságot is.